A támadások sújtotta ukrajnai városok lakóihoz intézte szerdán szavait Ferenc pápa, aki az erőszak leállítására és békés együttélésre szólított fel a Szent Péter téren tartott általános audencián. Ferenc pápa az általános meghallgatáson mondott beszéde legvégén kijelentette, hogy szívén viseli az ukrán nép sorsát mindenek előtt azokét, akiket a hétfői orosz bombázások érintettek. Magamban hordozom fájdalmukat mondta a katolikus egyházfő, aki Szűz Mária közben járását kérte az úrhoz intézett ima meghallgatásában. Hangoztatta, hogy az úr mindig meghallgatja az őt megszólító szegények hangját. Ferenc pápa változást sürgetett azok szívében, akik a háború szálait tartják kézben, annak érdekében, hogy leálljon az erőszak forgószele, és újra lehessen építeni a békés együttélést igazságosságban. Az egyház fő a legutolsó vasárnapi beszédében a megszokott teológiai tanítás helyett békefelhívást intézett a konfliktus minél előbbi leállítása érdekében. a NATO az eddigieknél is nagyobb figyelmet fog fordítani a létfontosságú infrastruktúra védelmére. Jelentette ki Jens Stoltenberg Brüsszelben a tagországok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozását megelőzően. A NATO főtitkár közölte, a szerdán kezdődő védelmi miniszteri tanácskozás résztvevői arról döntenek majd, hogy a szövetség miként fokozza és tartsa fenn Ukrajnának nyújtott támogatását, illetve erősítse tovább a tagországok védelmét. A NATO és a tagországok létfontosságú infrastruktúrája elleni bármifajta támadásra, beleértve a hibrid támadásokat is, a szövetségesek egységes és határozott választ fognak adni. A miniszterek várhatóan megállapodnak a NATO elrettentő és védelmi képességének erősítését célzó intézkedésekről, köztük a hadianyag és a felszerelés készleteinek növeléséről, hangsúlyozta Stoltenberg. Vladimir Putyin orosz elnök burkolt nukleáris fenyegetései, veszélyesek és felelőtlenek. Moszkva tudja, hogy egy nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és soha nem szabad megvívni sem. A katonai tömb továbbra is figyelemmel kíséri Oroszország nukleáris kapacitását. A jövő héten a NATO megtartja régóta tervezett hadgyakorlatát, amelynek része a nukleáris fenyegetéssel szembeni védelem, jelentette ki Jens Stoltenberg.

Az orosz csapatok keddi Dnipropetrovsz megyei alállomás elleni támadása eredményeként újra nincs áram az a atomerőműben. Számolt be az nrh Atom és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergiaügynökség vezérigazgatója. A Dniprovska alállomás elleni támadás következményeként lekapcsolt a 750 kV-os kommunikációs vezeték. Az atomerőműben automatikusan bekapcsoltak a dízelgenerátorok. Az Enerho ukrán állami atomenergiai pari vállalat közölte. Az orosz fél nem engedi be az állomás területére a vészhelyzet esetén működésbe lépő agregátorokhoz szükséges dízelolajat szállító járműveket. Rafael Grossi kijelentette, a zaporizsiai atomerőmű, Külső áramellátásának ismételt kimaradása mély aggodalmat kelt, és egyben kihangsúlyozta, sürgősen létre kell hozni az erőmű körüli biztonsági övezetet. We'll you Az újabb fogolycsere révén 32 ukrán katona térhetett haza. Az orosz fél átadta Ukrajnának a harcokban elesett izraeli állampolgárságú Dmitrofi Alkoholtestét testét is. Hozta nyilvánosságra kedden André Jermák. Az elnöki hivatal vezetője elmondása szerint a fogságból kiszabadult katonák olyan helyeken teljesítettek szolgálatot, ahol heves harcok dúltak. Közülük többet eltűntként tartottak nyilván. Az ukrán vezérkar kedesti harctéri jelentésében azt írta, hogy az ukrán katonák a nap folyamán hat ellenséges támadást vertek vissza. Csapást mértek egy orosz parancsnoki, 11 egyéb állásra, de négy orosz lőszerraktárt is találatért. Kedden megérkezett Ukrajnába a Németország által ígért Iriszté légvédelmi rakéta rendszer is, amelyet Kristine Lambrecht, német védelmi miniszter ajánlott fel az országot ért tömeges orosz rakéta csapást követően. Враховуючи безпеку дітей Az Ukrán Oktatási Minisztérium és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció rendelete értelmében megyénkben távoktatást vezettek be az iskolákban 2022. október 10-e és október 14-e között. Az intézkedésről a hétfő reggeli az Ukrajnát ért intenzív orosz rakétatámadás, illetve a következő napok kiszámíthatatlansága miatt döntöttek. Sajnos ez a mostani kor több kihívás elé is állítja az iskoláinkat. A Covid volt az első ilyen nagy megpróbáltatás, amivel szembe kellett, hogy nézzünk, amikor mindenkinek otthonról kellett megtanulni ezt az új rendszert, a digitális oktatást, a távoktatást, van lejrő lehetőségeket. Úgyhogy mi most köszönhetjük is Lényegében a COVID-nak az, hogy az iskolánk az ilyen vészhelyzetekre fel van készülve. A rendszert mi két évvel ezelőtt bevezettük, tehát valóban nálunk működik egy belső iskolai internetes rendszer, ahová minden osztálynak megvannak a saját tantermei, amin keresztül kapcsolatot tud tartani a tanuló vagy tanárral. Óra rendszerinti órákon, esetleg órán kívül a délutáni órákban is egymás elérheti a tanár és a gyermek. Mi tanárok azért úgy gondoljuk, hogy a jelenléti oktatástól jobb nincs de végszükség esetében ez az oktatási forma is bizonyos eredményeket ad. Mindenféleképpen nem veszíti el a kapcsolatot a tanár a gyerekkel. Sajnálatos módon itt Kárpátalján és még Ungváron is azt kell, hogy mondjuk minden gyerek számára nem elérhető az internetes hozzáférés maga a szolgáltató részéről is az akadozó internet, esetleg az eszközök nem olyan fokú Felszereltsége adott mindenki számára, hogy ez az oktatási forma úgy működjön, ahogy azt elképzeljük. Kárpátalján a héten az óvodák is online üzemmódban működnek, csak kivételes esetekben vállalnak megőrzést. Az oktatási nevelői intézmények vezetői abban bíznak, hogy jövő héttől a megszokott rendben jelenléti oktatással folytatódik majd a tanév.